Lemondás. Benyújtottam a lemondását a védelmi miniszteri tisztségről a bírálatok középpontjába került Vasile Dâncu. Képtelen Klaus Johannis államfővel együtt dolgozni, szerepelt a szociáldemokrata párti tercevezető indoklásában. Forradalom. Erdélyszerte megemlékezéseket tartottak vasárnap az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről a bukaresti magyar közösség sem feledkezett meg. Sepsiszentgyörgy. Autó különlegességek, egyedi veterán járművek sorakoztak fel a hétvégén Sepsiszentgyörgy főterén. A találkozóra több mint 100 oldtimer autó érkezett, külföldiek is bemutatkoztak. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Benyújtotta lemondását Vasile Dâncu, szociáldemokrata párti védelmi miniszter. A tercevezető azért döntött így, mert állítása szerint nem tud együttműködni Klaus Johannis államfővel. Képtelen együttműködni Klaus Johannisszal, ezért lemondott ma Vasile Dâncu védelmi miniszter. A szociáldemokrata párti tárcavezető Facebook oldalán tette közzé Nikolaj Csuka miniszterelnöknek címzett lemondó levelét, amelyben úgy fogalmazott: szükségesnek tartom, hogy visszalépjek tisztségemből, hogy semmiképpen ne hátráltassam a parancsnoki láncban működő döntéshozatali folyamatokat és programokat, és ne akadályozzak egy sor olyan projektet, amelyek feltétlenül szükségesek a Védelmi Minisztérium és a román hadsereg optimális működéséhez. Ennek előzménye, hogy Dâncu az elmúlt hetekben bírálatok ösztüzébe került, miután egy televíziós interjúban arról beszélt, az orosz-ukrán háborúnak csak béketárgyalások vethetnek véget, amelyeket Ukrajna helyett a világországainak, az Egyesült Államoknak, a NATO-nak kell lefolytatniuk Oroszországgal. Klaus Johannis bírálta a minisztert, szerinte ugyanis el kell fogadni, hogy Ukrajna dönti el, mikor, hogyan és miről kezd tárgyalásokat. Ez a mi hivatalos álláspontunk és az EU álláspontja. Valószínű, hogy egyes tisztségviselőinknek többet kell olvasniuk a lapszemléket, hogy megismerjék ezt az álláspontot, üzente Dâncunak az államfő. Azt hittem, hogy elmúlt az a pillanat, és magyarázatot adtak erre a kijelentésre, azonban ha logikusan nézzük, akkor minden konfliktus valamikor lezárul egy tárgyalással vagy egy megegyezéssel, függetlenül attól, hogy ki nyer és ki veszít. Vasile Dâncu úr soha nem utalt olyan területekre, amelyet Ukrajna végül átadna Oroszországnak. Nikolaj Csuka miniszterelnök tudomásul vette Vasile Dâncu lemondását a védelmi miniszteri tisztségből. Marcel Ciolacu azt javasolta, hogy a tisztséget ideiglenesen a kormányfő vegye át. A posztra egyébként PSZD források szerint Mihály Tudosé volt miniszterelnöknek van a legnagyobb esélye. A szociáldemokrata párt sürgősségi vezetőségi ülést hívott össze Dâncu lemondása kapcsán, amely híradónkkal egy időben zajlik. Borítékolható, hogy a védelmi miniszter lemondása ismét puskaporos hangulatot teremt majd a koalícióban, főként, hogy Klaus Johannis államelnök a PNL fő pártfogója. Erdélyszerte megemlékezéseket tartottak vasárnap az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. A bukaresti magyar közösség sem feledkezett meg a hősökről, koszorúval tisztelget emlékük előtt. Erdélyszerte megemlékeztek vasárnap az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, köztük Kolozsváron és Marosvásárhelyen is. Az 1956-os népfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Kolozsváron a sétatéri 65-ös emlékműnél gyűlt össze az emlékező közösség. Aki meg akarja érteni, hogy mit jelent a magyar szabadság, miért kell időről időre megemlékeznünk erről, miért kell megküzdenünk néha nap ezért a magyar szabadságét, annak 56-ra kell emlékeznie. És mi itt ma a sétatéren Kolozsváron emlékeztünk és emlékeztettünk. Emlékeztettük arra fiataljainkat, hogy ünnepelni kell ezt a napot, és arra, hogy ez a szabadság, ezt ki kellett vívni, és ezt minden nap ezért meg kell harcolni, illetve emlékeztünk azokra az elődökre, azokra az 56-os mártírokra, akik Pesten, illetve Kolozsváron a szabadság eszméért, a magyar szabadságért harcba szálltak és életüket áldozták. Marosvásárhelyen a vártemplom mellett az 56-os forradalmárok emlékére állított kopi
apja fánál tisztelegtek a hősök előtt. Jelen volt Kelemen Kálmán András is, aki nem csak hallomásból és a történelemkönyvekből emlékszik vissza a forradalomra, hanem 18 éves egyetemi hallgatóként letartóztatták és 3 év börtönre ítélték, majd 2 évnyi kényszerlakhelyre, mert a szabadon utazás jogát kérte diáktársaival együtt, illetve azt, hogy ne legyen kötelező az orosz nyelv tanulása. Sokszor még a tavaly is feljöttem álmomban, és emlékeztem a kínzó urakra, akik hóhér módon vitték a mesterségüket Szamosújvárot. Roppant emberi kegyetlenséggel, oktalanul, szinte érthetetlenül sokan beleőrültek. Nekem segített az, hogy megerősödött a hitem egy bizonyos idő után, és tudtam támaszkodni a hitemre, és abban az erős meggyőződésben, hogy majd számon tartja az Úristen mindenkinek a cselekedetét. A bukaresti magyarság az elmúlt 15 évben a Snagov nevű településre járt koszorút helyezni, hiszen ott tartottak fogva számos 1956-os szabadságharcost, köztük Nagy Imrét, akit a forradalomban betöltött szerepéért ki is végeztek. Elsősorban számunkra egy privilégium. Egy szomorú eseményből származik, hisz a Nagy Imrék és társaik itt voltak foglyutarva. Nekünk, mint közösség, nemzeti identitásunknak és magyar nemzeti hovatartozásunknak részeként tekintjük, ezért járunk ki hagyományosan minden évben ide. Az ünnepi beszédek, szavalások és himnuszok után elhelyezték a koszorukat az 1956. október 23-a emlékére állított emlékműveknél. Egyházi és közéleti méltóságok, valamint az egyházközösségi tagok jelenlétében felszentelték a felújított marosvásárhelyi vártemplomot. Ugyanakkor felszentelték a szintén felújításon átesett teleki házat és a kántor tanítóképző főiskola épületét is. Ünnepélyesen felszentelték a kívülbelül megújult marosvásárhelyi vártemplomot. Az 1490-ben befejezett épület együttesen 100 éve nem végeztek ilyen jelentős munkálatot. Az ünnepség keresztelési istentisztelettel kezdődött, amit az ünnepélyes beszédek és a huszárok zászlós felvonulása követett. Ezután megáldották a templomot, majd az egyházi méltóságok, esperesek, lelkészek a vártemplomból a teleki házba, majd a kántor tanítóképző főiskola székhelyére vonultak, és azokat is felszentelték. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szerint az elmúlt 5 év nem sikertörténetnek, hanem annál is inkább Isten dicsőségének fogható fel. Az egyház épületeinek felújításával pedig méltó helyet biztosítottak a jövő nemzedékének, valamint a Református Egyházkerület híveinek, magyarázta. A régi parókiának az átalakítása, kántortanító képzőnek a színhelyévé, az is egy fontos esemény, hiszen mi a reformáció után a képzésben láttuk meg mindig is az esélyt, hogy az iskolák, az ifjúság nevelése az rendkívül fontos számunkra. Ezért én azt gondolom, hogy minden marosvásárhelyinek ez egy kapaszkodó, egy reménységforrás, Isten nem hagyott el bennünket, és a mi munkánkat jobb és méltóbb körülmények között folytathatjuk. A több éven át tartó munkálatok során a szentély részben megtalálták az 1300-as évekből származó szürke vakolatot, amit bizonyos helyeken meg is tartottak, de visszaállították eredeti méretükre a nyílászárókat, így a templom belső jóval világosabb lett. A templom padlóburkolatát is felújították, továbbá a falak letisztítása, újrafestése is megtörtént. A felújítás részeként a templom külseje is teljesen megújult. A vártemplom javítása hozzávetőlegesen 1 millió 300 ezer euróba került. Bogdán Szabolcs Jánost választotta új püspökévé a Királyhágó melléki református egyházkerület közgyűlése a következő 6 éves időszakra. A krasznai lelkipásztor, aki a Szilágysomlyói egyházmegye esperese is, Csüri Istvánt váltja a püspöki székben.
Új püspöke van a Királyhágó melléki református egyházkerületnek. A Nagyvárad újvárosi templomban tartott közgyűlésen 54 szavazattal Bogdán Szabolcs János krasznai lelkipásztort, a Szilágysomlyói egyházmegye esperesét választották meg az egyházkerület püspökévé a következő 6 éves időszakra. A másik püspök jelöltnek, Forró László hegyközkovácsi lelkipásztornak 49-en szavaztak bizalmat. Meghirdettük a programunkban azt, hogy az evangéliumra szeretnénk ráépíteni az egész kormányzásunkat, vezetésünket, tehát ez lesz a meghatározó, hogy az evangélium, az ige hirdetés szolgálatában újuljunk meg, ez legyen a szolgálatunk alapja, és minden ebből fakadjon, minden ebből induljon. Bogdán Szabolcs Csüri Istvánt váltja a püspöki tisztségben, aki 2009 óta vezette az egyházkerületet. A leköszönő püspök 2023. január 1-től 42 évnyi lelkészi szolgálat után vonul nyugdíjba. Jelenleg én azt mondhatom, hogy mindent befejeztem, hiszen 2 ciklus püspöki szolgálat, 2 ciklus főjegyzői szolgálat, 42 esztendő lelkipásztori szolgálat, ebből 32 esztendő egy helyben, Nagyvárad ősében, de egyébként Nagyváradtól 25 kilométerre nem mentem messze, mert Szalád volt a legmesszebbi pont, amely 24 kilométerre van innen, és ott töltöttem 6 esztendőt, illetve a segédlelkészség éveimnek a száma 3. A választói közgyűlés eredményét október 22-e és november 5-e között lehet megfellebbezni. Az egyházkerület alakuló közgyűlését december 9-én tartják, amikor sor kerülhet az újonnan megválasztott püspök eskütételére is. Lehetőségek a roma közösségek szegregációjának felszámolására Háromszéken címmel szerveztek szakmai konferenciát Sepsiszentgyörgyön. Az eseményen többek között megvitatásra kerültek olyan lehetőségek is, melyek a romák önellátását, illetve szakmára nevelését ösztönzik. Ha könnyű volna, akkor csak ilyen nagy győzelmi beszédeket lehetne ma mondani. Kezdte megnyitó beszédét Vince Lóránt, Európa parlamenti képviselő azon a konferencián, amelynek a témája a háromszéki roma közösség szegregációjának felszámolása, és amelyet a múlt hétvégén tartottak Sepsiszentgyörgyön. A megyében számos civil szervezet és egyéb entitás dolgozik a roma szegregáció felszámolásán, de Bokor László, a konferencia egyik szervezője szerint nagy szükség van arra, hogy megosszák egymás között a tapasztalatokat és a jó példákat. Nem volt könnyű ezt az egész folyamatot beindítani, ugyanis azt gondolom, hogy mi nem mondhatjuk meg egy másik közösségnek, kisebbségnek és egyáltalán senkinek, hogy merre van az orra. Ehhez nekünk fontos volt az, hogy megtaláljuk azt a megfelelő partnert a közösségünkön belül is, aki ezt akarja és ezt szeretné. A konferencia egyik fontos partnere az Erdélyi Roma Testvériség Egyesület, vezetője Díma Mihály, aki szerint a konferenciával egy ajtó nyílott meg a számukra. Hiszen a roma közösségnek is érdeke, hogy lehújjon az a láthatatlan fal, ami a kisebbség és a többség között áll. A jövő bennék van, és mivel a jövőt nézünk onnan, hogy sikerült elvégezni 10-11 osztályt, 12 osztályt, akkor azt mondom, jó, ragadjunk meg a lehetőséget, hogy mutassunk meg annak, akinek nincs egyáltalán, hogy miért van abban nyomorva, miért van a szegénységben, miért van nem maradva. Azért, mert ha nincs iskola, ha nem illeszkedsz, nem próbálsz ki, de az mi kell legyünk, aki másokra segítünk, és tényleg jön, van egy csoportány, példaképp tud lenni a rokonának, a testvérének is. A pénteki konferenciát szombaton az Őrkün, a helyi roma telepen tartott egésznapos rendezvény követte. Az eseményt bográcsozás és cigánytánc tanítás zárta. A reformáció napján kerül sor a marosvásárhelyi Bólyai Farkas Elméleti Liceum felújított épületének átadó ünnepségére. Az iskolaigazgató szerint az intézmény nem csak a diákok, de az erdélyi magyar közösség számára is jelentőséggel bír. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum és a Református Kollégium olyan jelentőséggel bíró intézmények, amelyek rengeteg magyart fognak össze nap mint nap. Ezért szükségük van a közösség támogatására és az összefogásra. Ezért gondolták úgy az iskolák vezetői, hogy az október 31-i átadó ünnepséget, amelyen az épület felújítását ünneplik, mindenki számára nyitottá teszik. Fél tisztől várják az érdeklődőket a vártemplomba, ahol Isten tisztelet keretében adnak hálát. Az ünnepi beszédeket követően meg lehet majd tekinteni a felújított épületet. Mondhatjuk azt, hogy a
falak kicserélésén kívül minden fel lett újítva. Vízhálózat, a fűtés, a nyílászárók, tehát ablakok, padlózat, sőt kiemelném azt, hogy a folyosókon, az irodákban padlófűtés van. Tehát ilyen felújítás az elmúlt 50 évben, elmúlt 60 évben nem volt, sőt mondhatnám, hogy az utolsó felújítástól a felújítás sem volt ennyire nagy méretű. Hozzátette, a teljes felújítás ellenére az épület megtartotta a régi stílusát. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium épülete egyébként új osztálytermekkel is bővült. Az építkezésre szánt beruházások összértéke 8 millió euró a Református Egyház és a magyar kormány támogatásából. A munkálatokat január 13-áig kell teljes egészében befejeznie az építkezési vállalatnak, de a kivitelező szerint hamarabb elkészülnek a munkálatokkal. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, azaz a rózsaszín hónap világszerte. Erre hívja fel a figyelmet a Hargita megyei Bocskor Pékség, és ezzel az akcióval indítja a szűrővizsgálati kampányát a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház. Plakátokkal, szórólapokkal és rózsaszín termékekkel hirdeti a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség, hogy október a merrák elleni küzdelem hónapja. Bizonyos termékeiket megvásárolva a vásárló is támogathatja azt az akciót, melyből a Pékség a merrák elleni kampány költségeihez szeretne hozzájárulni. Nagyon sokan bejárnak, hál' Istennek, az üzletünkbe, és hogyha felhívjuk a figyelmet egy rózsaszínű szallaggal, egy plakáttal, egy kis szórólappal, akkor hát ha tudatosul nagyon sok emberbe, hogy a megelőzés az nagyon-nagyon fontos. A november elejéig tartó akció sikeres, árult el a cégvezető, hiszen a kampányban résztvevő rózsaszín termékek eladása négyszeresére nőtt a kampány kezdete óta. A befolyt összeggel a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház novemberben induló ingyenes szűrési kampányát támogatja a vállalkozás. A szűrésre családorvos vagy szakorvos által kibocsátott küldőpapírral lehet jelentkezni. Azok a hölgyek, akik a 40 és 65 éves korosztályban vannak, akkor bátran jelentkezhetnek kórházunkban a 07 32 500 772-es telefonszámon. Itt felírják őket egy listára, és november 1-től kezdve visszahívják őket, és programálják mammográfiás vizsgálatra. Szükséges a szakorvos vagy családorvos által kibocsátott írásos javaslat. A 40 év alatti nők, illetve férfiak családorvos indoklásával vehetnek részt a szűrési akcióban, amennyiben családjukban mellrákos betegséggel diagnosztizáltak valakit. A vizsgálat ebben az esetben is ingyenes. Régi autók parádéjára került sor vasárnap Sepsiszentgyörgy főterén. A Román Retromobil Klub Kovászna megye fiókja által szervezett találkozóra mintegy 140 oldtimer autó érkezett. 1958-as orosz motorkerékpár, amelyet a 80-as években még használt a román hadsereg, a vietnámi háborút megjárt 1956-os Jeep Willys terepjáró, csak néhány gyöngyszem abból a 140 darabból, amely begördült Sepsiszentgyörgy főterére az őszi veterán autók találkozójára. A cél az, hogy a régi autó motor szerelmeseit tudjuk összegyűjteni. Sepsiszentgyörgyön mindig szép számban találkozunk, nagyon szeretik itt a résztvevők, úgy a látogatók, mivel hogy nagyon-nagyon variáns szegmensű autók és motorok jelenkeznek. Olyan régi járgányokat vonultattak fel, amelynek zöme 30 évnél idősebb, de voltak 60 éves négykerekű veteránok is. Többek között nyugatnémet csúcs technológiájú Audi Coupé Quadrot, Amerikának gyártott Mercedeseket, keletnémet csodákat, kabriókat, egy 1964-es Mercedes autóbuszt és a román gépipar termékeit lehetett megcsodálni. Itt, ami a hátam meget van, az a találkozó legrégábbi autója, egy Plymouth amerikai modell, amelyik 1938-ban született meg, attól az évtől lábon van, ugyebár feljavítások voltak, 10 évvel ezelőtt volt újrapéjezve, motorfeljavítás rajta, minden. 5 évvel ezelőtt csupán 30 veterán autót vonultattak fel a parádén, ma már egyre népszerűbb a régi járgányok seregszemléje. Idén a háromszékiek mellett Brassó, Hargita, Bákó, Beszterce, Maros megyékből érkeztek tulajdonosok, de többen jöttek Magyarországról is.
egy Mercedes tulajdonosa vagyok, nagyon fontosnak tartom a közösségépítés szempontjából a találkozóknak a látogatását, nagyon sok barátom van itt, az autók kötöttek minket össze, de most már az élet egészen más területén is segítjük egymást, tartjuk a kapcsolatot, én ezért tartom fontosnak, hogy itt legyek. A veterán autók találkozójának háromszor ad otthont a város, tavasszal, ősszel és a sportnapokon. A vasárnapi parádét követően a tulajdonosok régi járgányaikkal Bodogközségig autóztak egy baráti bográcsozásra. A szobátai Domokos Kázmér szakközépiskola az első olyan tanintézet Erdélyben, amelyben okos termet avattak. A berendezett termet október 19-én adták át. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Innovatív Oktatásért Alapítvány és a szovátai Domokos Kázmér szakközépiskola közös projektjeként okostermet adtak át a fürdővárosi iskolában. Az átadáson bemutatták a nyertes pályázatot és az azt finanszírozó high-tech suli programot. A program célja, hogy digitális tantermek felszerelésével és a tanárok képzésével segítsék a diákokat a fejlődésben. Vas Ferenc, az iskola igazgatója elmondta, örül annak, hogy az ő iskolájuk az első Erdélyben, amelyben okosterem jött létre. Tehát használhatják műhely gyakorlatként is, iskolai tevékenység után, akár óra alatt is lehet használni, miután be fogjuk üzemeltetni, hiszen szerintem a diákok alig várják, mert hát lehet, hogy ők többet tudnak róla, mint mi, ugye a mi generációnk. A szalagvágás után a jelenlévők megtekinthették az új generációs iskolatermet, amelyben 3D nyomtatók, laptopok, interaktív panel és számtalan más informatikai eszköz található. A terem bútorzata is eltér a hagyományostól, csoportmunkát támogató bútorokkal van felszerelve. Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője szerint a program egy kapu a világ megismeréséhez. Alapvetően megváltoztatja a gyerekek és a tanárok életét is, nem csak azért, mert egy picit kilép a tantárgyi keretek közül, és egy interdisziplináris tantárgy közé fejlesztést tesz lehetővé, de alapvetően nagyon életszerűvé teszi az oktatást. Elmondta, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak a High-Tech Suli program okos termei iránt, és reméli, ez Szovátán sem lesz másképp. A CFR nyerte a kolozsvári rangadót. Sporttal folytatjuk. Foci drukkerek töltötték meg a Kincsesváros utcáit, a két kolozsvári csapat a CFR és az U dupla mérkőzést játszott. A vasárnapi rangadón közel 25 ezer szurkoló gyűlt össze a Kolozsvár arénában. Az elmúlt héten zajlott a Román Kupa és a Superliga két meccse Kolozsváron, ahol a két helyi csapat a CFR és az U mérkőzött meg. Az ús ultrák a város főterétől a Kolozsvár arénáig vonultak, dobszó kíséretében skandálva érkeztek a helyszínre. A szurkolók tömegesen özönlöttek a sétatéren keresztül, közel 25 ezer belépő kelt el. Kiskorom óta támogatom az egyetemisták csapatát, játszottam is az U mezében, nem tudok hiányozni a meccsükről. Sokat utaztam is miattuk, így egyértelmű, hogy itthon sem hiányozhattam. Mi reménykedünk a győzelemben, viszont sokat függ a csapattól, lehetséges, hogy fáradtak a csütörtöki mérkőzés után, hiszen most is ugyanaz a felállás, de biztos, hogy mindent beleadnak. Az eredménye a vasutas szurkolóknak kedvez, a csütörtöki döntet után ezúttal 2-1-re győzött a CFR. A rendezvény volumene miatt, illetve a foci ultrák aktiválódására számítva, biztonsági okokból az 56-os megemlékezés fáklyás felvonulása is elmaradt. A további programok délelőtt zajlottak. 3,5 év után újra hazai pályán játszott az élvonalban a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. Ellenfelük a Petrolul Ploiești volt, bár jól indított a VSK, elvesztették lendületüket, végül pedig a mérkőzést is. Több mint 1500 néző érkezett a marosvásárhelyi sportcsarnokba a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapatnak szurkolni. A kosarasok 3,5 év után először léptek újra hazai pályára az élvonalban, ellenfelük a Petrolul Ploiești volt. Jól indítottak a vásárhelyiek, hamar megszerezték a vezetést, azonban a második negyed végére elfogyott a lendületük és az ellenfél az éjjére tört 15 pontos előnnyel. Az utolsó negyedhez érve sikerült felzárkozniuk. Gájovics és Martinics kosaraival csupán egy pontos lemaradásuk volt az utolsó pillanatokban.
Az utolsó másodpercekben támadhattak a győzelemért, de Gajovics ellenfele szorításában elhibázta a dobását. A vásárhelyi játékosok és a szakmai stáb hevesen tiltakoztak és hiába követeltek szabálytalanságot a játékvezetőktől. A plojesti csapat így megőrizte a minimális előnyét és megnyerte a mérkőzést. Híradónknak a montenegrói idegenlégiós Goran Gajovics és Gyorgy Trif vezetőedző egyaránt kifejezték elégedetlenségüket az eredménnyel kapcsolatban. Természetesen szabályellenes volt. Nem értem, hogy a bírók miért hagyták ennyiben csak úgy. Ellenőrizni kellett volna, mivel a játék utolsó másodperceiben történt. Ellenőrizni kellett volna. Én nem beszéltem a bírókkal, de a csapattal igen. Ha a második negyedben elég nagy, talán 15 pontos lemaradás is volt, mindvégig küzdöttünk. Nem volt annyira nagyszerű a játékunk, de a végén volt esélyünk megnyerni a meccset. Ez egy vitatott döntés, egyértelműen sípolni kellett volna a szabálytalanság miatt. Legalábbis mi így láttuk, a csapatunk és a szakmai stábunk is, ez egy nagy szabálytalanság volt a meccs végén. De ennyi. Sajnos nem tudunk változtatni az eredményen, tovább kell lépnünk, megpróbáljuk megnyerni a következő meccseket. A VSK egymás után a második vereségét szenvedte el a bajnokságban. A hétvégén azonban lehetőségük lesz a javításra, az FC Árgyés Pitést vendégeként. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!